Földgömb. A megismerés kalandja. Szóval, ahogy mondtam az imént, itt van Antal Alexa velünk, ő a WWF brand menedzsere. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm és a lehetőséget. Ebben a rovadban általában a Földgömb című labban megjelent cikkek nyomán beszélgetünk szerzőkkel. És az utóbbi két adásban, mindig pénteken van ez a Földgömb rovat, két olyan szerzőnk volt, az egyik az állatfajok kihalásáról írt egy gyönyörűen illusztrált cikket, arról, hogy miért tűnnek el különböző élőlények, állatok, növények a föld felszínéről, a másik úr pedig a föld eróziójával, magának a föld takarónak az eróziójával foglalkozott, különös tekintettel az úgynevezett sziklagleccserekre, ő ezeket kutatja Ausztriában. Egyébként ez az a völgy, ez az Ötz völgy, ahol ő kutat, ahol megtalálták ezt az Ötzi nevű urat, aki hát olyan 5300 évvel ezelőtt fagyott meg szegényként ott az akkori jégben, és hát nagyon nagy tudományos szenzáció volt, és hát az ma is. Na de most arról lehetne beszélgetnünk, hogy miért fontos tulajdonképpen az, hogy a fajok megmaradjanak a földön. Növények, állatok, Zakson elpusztula, és akkor itt mondhatnék valami cinikusat, hogy elpusztula, nem tudom, erdei nünüke, hát akkor nincs. Szóval miért fontos a biodiverzitás? Igen, azt gondolom, hogy ez egy örök dilemma és egy örök kérdés, hogy a biológiai sokféleség az miért ilyen fontos, miért emlegeti nagyon sok civil szervezet és fenntarthatósággal foglalkozó szervezet ezt. Mi a WWF Magyarországnál is nagyon szeretjük ezt emlegetni, hogy a biológiai sokféleséget igyekszünk megőrizni, de hogy valójában miért is fontos, azt szerintem arról az oldaláról érdemes megfogni, hogy van egy olyan alapdogma, alaptény, hogy az adott életközösségben minden élőlénynek szerepe van. Függetlenül attól, hogy növényről, állatról, milyen élőlényről beszélünk, ezeknek az élőlényeknek abban az adott életközösségben, amiben ők létrejöttek és élnek, szerepük van. Ez a szerep, ez lehet kitüntetett szerep, van egy-két különlegesebb szerep, amiről majd fogok beszélni, de a lényeg az az, hogy ha ez az egy élőlény kihal, tehát eltűnik arról az élőhelyről, akkor ez a rendszer, ez nem fog egészségesen működni. Tehát minden egyes láncszem szükségeltetik ebben a láncban ahhoz, hogy ez jól működjön. Abban a pillanatban, ahogy az egyik megritkul vagy eltűnik, ott már sérül az egyensúly, és onnantól kezdve változik az egész életközösség. Említettem a kitüntetett szerepeket. Milyen kitüntetett szerepekre gondolhatok? Vannak olyan fajcsoportok, mint például a nagy ragadozók, akiknek azt gondolom, hogy nagyon egyszerű elmagyarázni a kitüntetett szerepét, hiszen hogyha például a hazai egykor őshonos nagy ragadozóinkról beszélünk, mint például a medve, a farkas vagy a hiúz, akkor nagyon egyértelműen látszik a jelenlegi hazai erdőségekben, hogy miért hiányoznak ők. Onnantól kezdve, hogy eltűnnek ezek a nagy ragadozók, a vadlétszám alapvetően meg tud növekedni. Ha a vadlétszám megnövekszik, akkor azok a vadak tarra rágnak egyes területeket. Megváltozik egyébként a viselkedésük is, tehát nem csak az a probléma, hogy egyazon fajokat, növényfajokat elpusztítanak az ő rágásukkal, hanem egy területen sokkal tovább időznek, sokkal inkább letapossák és tarra rágják tényleg az adott területet. Így van, tehát nem kap lehetőséget a növényzet a megújulásra, és innentől kezdve már a növényzet is változik, tehát ahogy említettem, teljesen átalakul az élőhely. Bocsánat, hogy belevágok, de akkor mivel magyarázható az, hogyha véletlenül átjön egy-két farkas olyan területekről, ahol még élnek, vagy medve, akkor elindul egy vadászat rájuk, és én nem tudom, nem vagyok ebben egészen otthon, meg vadász se voltam sose, de azt gondolom, hogy hát inkább óvni kellene, vagy segíteni, hogy legyenek, vagy azért félünk, mert akkor bejön a településre, és fölborítja a kukát. Ezt én WWF Magyarországként nem biztos, hogy meg tudom válaszolni, hiszen mi is azon az állásponton vagyunk, hogy természetesen, hogyha átjönnek ezek a ragadozók, mint ahogy a hiúz szerencsére egyre inkább megveti a lábát, és most ilyen, még ugyan 10 alatt van a létszámuk, de azért már vannak itthon stabilan. Ennek nagyon örülünk, és egyébként igyekszünk is WWF Magyarországként is kiállni emellett, tehát van külön hiúz fajvédelmi programunk, úgyhogy aktívan foglalkozunk ezzel. Szeretnénk egy egyedet rádiótelemetriás nyomkövető rendszerrel ellátni, ezt idén őszre tervezzük. Akkor az nagyon sok mindent megmutatna az ő élet
életéről, hogy itt Magyarországon mennyire kerüli el a fakitermelést, mennyire kerüli el a lakott közeget, merre mozog, egyáltalán a szokásairól megtudhatnánk nagyon sok olyan információt, ami segíti a kutató munkát. Alexa, van vitájuk egyébként olyanokkal, akik nem így gondolják? Tehát a vadvédelmi világalapot mondok, régen így hívták, természetvédelmi világalapnak hivatalból vannak vitái? Természetesen az élőhelyek túlhasználásával ilyenekkel nyilván vannak, de például egy-egy ilyen esetben itt van az a 10 hiúz, vagy 9. Őket valamilyen módon jó lenne megtartani. Van, aki vadászna rájuk? Az a helyzet, hogy az ő esetükben sajnos az illegális vadászat a mai napig probléma. Viszont azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy ez ellen mi fellépünk. Igen, az illegális vadászat ellen fellépünk. Azt is nagyon fontos azért megemlíteni, hogy nyilván a mai Magyarország nagyon megváltozott. Tehát az, hogy például, ha nem is a hiúzról, hanem mondjuk a medvéről beszélek, ez a börzsönyi eset, igazából nem tudják a szakértők, hogy valóban átlépte a határt. Természetesen mi is felkaptuk a fejünket. Az, hogy átjön most egy medve, valószínűleg nem vagyunk készek rá. Ettől még nem kérdés, hogy ezzel az állattal hogyan kellene elbánni, tehát nem egyből kilőni, hanem valószínűleg megfigyelni és egyáltalán támogatni azt, hogy átlépte a határt. De a lényeg az, hogy az illegális vadászat az, ami egyébként ezeket a nagy ragadozókat elsősorban sújtja. Farkas is egyébként van már itthon, egy család, nem sok, de ők vannak az északi középhegységben ugyanúgy, ahogy a hiúz, de sajnos az illegális kilövés az fenyegeti őket, ezért is lenne fontos ez a rádiótelemetriás megfigyelő rendszer. Így van. Hát ugye ez egy költséges eljárás, tehát azért nem tudjuk az összes egyedet kapásból ellátni ilyennel, de lehet, tervezzük, hogy... nem is örülnének neki, szóval elég lesz az egy. Nem biztos, hogy egy farkas a nyakán egy olyan nyakörvel, ami egy rádióadó, illetve rádióadó, igen, az olyan nagyon klasszul mozog, mint hogyha nem lenne rajta. Nem? De most az a helyzet, hogy ezek a nyakörvek azért úgy vannak kifejlesztve, hogy nagyon sok országban tesztelték, és nem gátolja az állatot semmilyen mozgásában, illetve ez egy évig fog funkcionálni. Egyébként egy ilyen speciális SIM-kártyával, amit a Telenortól kapunk, és az egy év után ez a nyakörv leoldja magát, úgyhogy onnantól kezdve az állat szabadon mozog tovább. Tehát leoldja az egy év lejárta. Igen, én van egy hittem, olyan. Hogy örök életére még mielőtt éppen lemerülne, az utolsó leheletével leoldja magát, úgyhogy nem az örök életére tesszük rá ezt a nyakörvet, tényleg csak a mi kutatási célokra. Hiúzok, ez most a hiúzra kerül, nevében. A farkasok a következő lépés. Szóval visszatérve a biodiverzitásra, egy erdei életközösség akkor tud egészségesen fennmaradni, hogyha nagy ragadozók élnek benne. Úgyhogy ezeknek a szerepe nem kérdés, de ezen kívül például beszélhetünk olyan rovarokról, amik egyes növényeket beporoznak, az ő jelenlétük is evidens, hogy tudjanak ezek a növények szaporodni. Vagy beszélhetünk például a harkályról, ami különböző oduk kialakításával más fajoknak ad életteret, élő helyet. Hogyha ő nincs, akkor nagyon sok egyéb faj sem tud megragadni abban az erdőben. Ez teljesen logikus, amit mond. Én azt hiszem, hogy bárkivel beszélnek erről, nem csak a természetvédelmi világalap, ezt valahogy ki kell írtanom magamból, ezt a vadvédelmit. Hívjuk WWF-nek, már csak ez van. Tehát nem csak a WWF, mint hivatalos természetvédelmi szervezet, de hát akár magánemberként is, hát nem létezik ezek tök logikus levezetések, hát nem hiszem, hogy valaki azt mondaná, hogy nem. Vagy hát például pont a hód kapcsán, akkor felhoznám témának a hódot, amit 12 év alatt visszatelepítettünk. Így van, ez egy hosszú munka eredménye, hogy most már hivatalosan is Magyarországon közel 600 egyed él. Egyrészt a telepítésnek, másrészt a természetes vándorlásnak köszönhetően. És ő például egy ökoszisztéma mérnök, ami azt jelenti, hogy az ő kis munkájával, a gátépítésekkel az élőhelyet teljesen átalakítja. És ez azt jelenti, hogy megint csak teret ad olyan fajoknak, amik önélküle nem tudnak ott megélni. Tehát átalakul a mikroklíma, ezekkel a kis gátakkal ő tavacskákat hoz létre gyakorlatilag az ártéren, amiben újabb növények, halak tudnak megtapadni. Mit szólnak azok, akiknek mondjuk az erdejében, ha magántulajdonú erdőről van szó, a hódok várat építenek, tehát kirágcsálják azokat a fákat, amiből a vár készül? Tehát pontosan ezért hoztam fel ezt az állatot, mert a hódot egyre jobban támadják, legalábbis így a sajtóban.
mert hogy bizony, akinek a, nehogy Isten, a saját területén van hódrágtafa, az nagyon aggódik, hogy ez mekkora problémát jelent, de valójában erre számítani kell, tehát a hódnak igenis létjogosultsága van itthon, és nagyon fontos, hogy számítsunk rá, hogy mondjuk a víz közelében bizony a fákat ő rágni fogja, és ennek még örülnünk is kellene, mert valójában, mint ökoszisztéma mérnök, ő tényleg egy csomó más élőlénynek ad ezzel élőhelyet és olyan létfeltételeket, amiket csak így tudnak megtalálni. És ami még nagyon fontos a biodiverzitással kapcsolatban, hogy az élőhely egyébként, hogyha sokféleségét megőrzi, akkor tud ellenálló lenni. Tehát mindazzal, hogyha egyes fajok eltűnnek, akkor onnantól kezdve az ellenálló képessége nagyon leredukálódik. Úgyhogy a természet immunrendszere, hogyha így veszik. Így van. Mondja, milyen eszközei vannak a WWF-nek az, hogy elérje a céljait. Mert ugye, hát egyrészt kell egyfajta propaganda, tehát beszélni kell az embereknek, ismertetni kell azt, hogy mik a célok, meg kell értetni, hogy mi miért fontos. De hát ez mind elmélet, és akkor, és a gyakorlatban hogyan indul ez el, tehát hogy válik gyakorlattá? Így van, hát ez eddig a környezeti nevelés, amiről beszélünk, tehát az, hogy felhívjuk a figyelmet erre, akár a vállalati szektorban, akár magánemberek számára, akár gyerekek oktatásán keresztül. Kérdezni. Tehát ez eddig a környezeti nevelés, ami egy nagyon fontos pillére a mi működésünknek is. De emellett mi egyébként nagyon fontosnak tartjuk azt a munkát is, hogy a törvényeket, a törvények módosításában aktív szerepet vállaljunk, hogy tényleg a természeti értékeink megőrzése az biztosított legyen, és emellett nekünk terepi munkálataink is vannak, tehát Magyarországon belül is, és a nagyvilágban pedig végképp számos olyan terepi természetvédelmi projekt van a hátunk mögött is, és olyan, ami jelenleg is zajlik, konkrétan élőhelyrehabilitációk, egyes erdőségek megőrzése, például tavaly ősszel adtuk át Magyarországon az első magánkézben lévő erdőrezervátumot. Itt ugyan munka nem történik, de ez is egy eredmény, hogy itt nem történik munka. Meg lehet óvni, hát persze. Így van. Úgyhogy mi azért konkrétan igyekszünk a gyakorlatban is megvalósítani a természetvédelmet minél több projekten keresztül. Hát az egyik ilyen projekt, amiről feltétlenül gondolom, hogy beszéljünk, ez a Szabadságsziget Mohácsnál. Ugye itt arról van szó, hogy egy szigetnek, a sziget egyik oldalán levő keskenyebb ágat elzárta egy gát, onnan veszi a vizet az a vízmű, oda telepítették a víznyerő kutakat, amely ott a környéken ellátja ivóvízzel az lakosságot. Ezzel viszont megakadályozza azt, hogy egy vízáramlás, egy normális vízáramlás legyen, tehát változik az ős környezet, vagy az a régi környezet, és innen ebből aztán különböző gondok adódtaknak, meg hogy lerakódik az iszap abban az ágban, nincsen vízáramlás, vagy alig. Így van. Amiért ez az egész Szabadságsziget nagyon fontos. A dolog, már nem a folyó, hanem a projekt. Igen, a projekt egy 5 éves projekt egyébként, egy Európai Uniós projekt. Igazság szerint azért nagyon fontos és kitüntetett ez a bizonyos sziget, mert a Duna önmagában egy nagyon fontos ivóvízbázis, ugye Magyarország szerte, és nem alakulnak ki a folyószabályozás óta új szigetek rajta. Márpedig a szigetek és a sekélyvízű mellékágak a biodiverzitás szempontjából nagyon fontosak. És mivel újak nem alakulnak ki, ezért alapvető szempont volt, hogy megőrizzük azokat, amik már vannak. És a Szabadságsziget ennek egy mintája, hiszen a 80-as van évek elején... Van több helyszín ilyen egyébként? Tehát amiről tudnak, hogy ott van kellene sziget. Ilyesmit csinálni. Lehetne multiplikálni a projektet, hogyha elkészül. Egyébként mi ezt fontos szempontnak is tartjuk a kiválasztásnál is, hogy ne egy egyszeri élőhelyrehabilitáció legyen, hanem egy követhető minta, amit le lehet utána másolni. És ott kik segítenek és hogyan segítenek, azt tudom, hogy vannak ilyen akciók, amikor egy-egy konkrét tevékenységet végeznek, onnan kezdve, hogy összeszedik mondjuk az eldobált mindenféle hulladékot. Igen, tehát önkéntes napokat is szoktunk szervezni, ami nagyon fontos, hogy ugye az 5 év során azért bőven van terepi munkálat, tehát az invazív növényeket, azokat kihúzzuk, és a helyükre őshonosokat ültetünk, valamint kikotorjuk a mellékágban felgyülemlett iszapot, és megbontjuk a gátat, ez lesz az utolsó momentuma az egésznek, és hát emellé szép önkéntes napokat is lehet szervezni, és például az egyik fő partnerünkkel, a Coca-Cola Magyarországgal tartottunk most legutóbb egy ilyet, és június 8-án az ő munkatársaival érkeztünk a szigetre, és hát bizony én is megtapasztaltam, hogy ez az invazív írtás, és az
az ültetvénynek a gondozása, ez nem egy egyszerű feladat, főleg nem 30 fokban. Azok, akik kimentek, tudták, hogy mit tépjenek ki, mert én azért zavarban persze, lennék, hogy mi maradjon. Persze, hát azért szakember mi. Felügyelete mellett zajlik ez a munka, erre azért nagyon figyelünk. Csak ki azt, ami még nem, nem az újulatra maradjon. Figyelünk, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Úgyhogy igen, tehát az 5 év során elméletileg az élőhely rehabilitációval helyreállítjuk a természetes folyamatokat, és onnantól kezdve ez a mellékág újra egy átfolyó dunai mellékág lesz, ami azért és nagyon jó, mert... És visszatelepül minden, aminek ott a helye. Hát tudnak újra ívni a halak a mellékágban, a sziget újra háborítatlan lesz egy őshonos növényzettel, ami azt jelenti, hogy a vízimadarak visszaszokhatnak, fészkelhet például majd a fekete gólya, ami egykor ott fészkelt, a számos ritka dunai halfa is visszaszokhat az ívás során, egyébként a populáció is gyarapodhat. Úgyhogy mindez a történet ez ezért született, és hát nem utolsó sorban a helyiek a saját strandjukat visszakapják, és tisztul az ivóvízbázis. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket. Antal Alexa, a WWF brand menedzsere volt most a vendégünk a Földgömb rovatban. Földgömb. Földgömb. A megismerés kalandja.